Tisztelettel köszöntöm Önöket. Szavak cséplése helyett rögtön elmondom, hogy új kolléganőnk van itt az ATV-nél, és izibe be is mutatjuk Önöknek íme. Stoll Luca, 29 éves táncművész, televíziós. Táncosként elsősorban a Bozsi Kivett Társulat és a Víg Színház művészeként láthatták a nézők. Televíziósként a FEM3 és a TV2 produkcióiban szerepelt, például a Ninja Warriorban és a Nagy Duetben. Pályája kezdetén elnyerte az évad legjobb pályakezdő táncművésze díjat. 2022. májusától az ATV híradós műsorvezetője. Édesapja Stoll András színész, édesanyja Tordai Éva divattervező. Hát szia, Luca! Szia, és köszönöm a fedélzetem. Köszönöm. Ez egy teljesen új feladat. Erre hogy készülsz? Nagy várakozással. Nagy izgalommal is? Izgatottsággal inkább, mint izgalommal. Az izgulás, vagy az izgalom, az majd az első este előtt. Tehát az majd péntek délután, ha találkozunk, akkor azért biztos, hogy mások lesznek az energiáim, de nagyon-nagyon izgatott vagyok, szerencsére már kapom a szövegeket, nézem minden nap a híradót, mondjuk azt azért többnyire eddig is néztem, de olvasgatom a szöveget, készülök ezt arra, hogy... Ezt értelmezzük a nézőknek, az olvasgatod, igen, a szöveget, hát az micsoda, kapod az esti híreket, igen, és hát ismerkedj azzal, hogy mi a hírstílusa, igen, hogy... Aha. Ahogy megkapja az épp aktuális esti műsorvezető, úgy én is kapom együtt velük a szöveget, hogy lássam, hogy tapasztaljam, hogy lássam, hogy a szerkesztők hogy dolgoznak, és ez majd úgyis akkor is ott fog. Tehát ez az élő műfaj, ráadásul híradós műfaj, ez a pillanat. Hát ez a jelen idő, az abszolút. Igen, tehát ugye erre nem nagyon lehet úgy készülni, mint mondjuk egy portrébeszélgetésre. Én ehhez nem értek, úgyhogy mondd el nekem, magadtól írod a szövegedet, amit majd felolvasol, vagy megkapod a szerkesztőtől, és az úgy van, ahogy megkaptad. Kapok a szerkesztőtől egy alapot, de saját magamra igazíthatom, és akkor ezt a felelős szerkesztővel mindketten rábólintunk, és úgy. Hogy helyén vannak a hangsúlyai, igen, a témának. Igen. Hát itt... Tehát akkor a te nyelvezeted szerint, uh-huh, mehet a hír. Igen. Az fontos. Azt gondolom, nagyon. Komfortérzetet segíti. Nagyon. Mennyire kellett erre felkészülnöd? Ugye ez azért úgy volt, hogy voltál egy castingon, ami a mai televíziózásban egy teljesen szokásos dolog, tehát ebben semmi extra nincsen, de tudtad, hogy mire jössz, hogy készültél? Kiskorom óta, vagy kamaszkorom óta figyelem a híreket, követem a híreket, külpolitikát, belpolitikát, mindenféle hírt fogyasztok. Azt szerintem alap, hogy egy híradós az ne csak azt olvassa, amit, tehát ne a betűket egymás után, meg a szavakat egymás után, hanem azért tudja, hogy miről beszél. Ez szerintem alap. Úgyhogy olvasom a híreket, figyelem a háttérműsorokat, egész jó műsorok vannak az ATV-n is, amit lehet nézni. És a castingre pedig szintén előző este megkaptam, nem tudom én, 10 felkonfot. Ott nem javíthattam bele, vagy ott nem igazíthattam magamra, de bejöttem, és azt mondtam, hogy kezdjük. És akkor kezded. Ugye, amikor látják ezt a kedves nézők, akkor már túl leszel az első hetedem, tehát egy picikét csalunk ezzel a dologgal, de azt gondolom, hogy ez így van jól, és így helyes, hát ne aznap este mutassunk be, amikor éppen adásban vagy. Mert igen, akkor azt nézzük. Kicsit furcsa dolog, de nézzék az adást. De hát azért neked van egy előéleted, ami televíziós is, meg művészi is. És akkor most kérdem a másik oldalát, hogy te még táncos vagy? Én mindig táncos leszek. Tehát én táncművészként diplomáztam, és én régebben is azt mondtam, hogy én egy táncos vagyok, aki néha műsort vezet. Most már azért a súlyok azok picit áttolódtak, tehát régebben több volt a tánc, kevesebb a tévé, most pedig egyre kevesebb a tánc, és több a televízió. Lassan elengeded? El. A Covid időszak alatt is éreztem, hogy végül is meg vagyok színház nélkül, amit sosem gondoltam korábban, hogy van élet színpad nélkül, és a Covid időszak rávilágított arra, hogy azért az nagyon jó, hogyha van szabad estéd, nagyon jó, ha van hétvégéd, nagyon jó, ha van karácsonyod, és ezt a férjeddel tudod tölteni, a szeretteiddel tudod tölteni, és nem az van, hogy jó, 26-a, oké, indulni kell az ebédről, mert este előadás, vagy nem tudok elmenni a nagymamához, mert 25-én dupla dzsungelkönyve, tehát hogy a színházi élet nagyon sok lemondással jár, a tévés élet is nagyon sok lemondással jár, de most már közel a 30-hoz azt érzem, hogy azért sokkal fontosabb az, hogy az a boldog családi élet, az megmaradjon, és ne csak az legyen, hogy reggel 6:30-kor elindulok, este 11-re hazaérek, és akkor puszi-puszi és alvás. Hát, ha nem alva vár. De... Igen.
Közben ebben az is benne van nyilván, hogy egy táncos nőnek egy koron túl, és vicces, hogy a te esetedben 29 éves korodban már ezen el kell gondolkozni, végig kell gondolni, hogy merre tovább. Igen. Tehát, hogy mit csinálok azután, amikor már nem táncolhatok, vagy már nem olyat táncolhatok, ami méltó, vagy megfelel az igényeidnek. Neked volt... Bocsánat, csak hogy ez egy nagyon nagy szerencse, hogy itt van a televízió. És hogy az a láb, ami egy ilyen, jó, nézzük meg, mert így indult, hogy hát oké, elhívtak a castingre, sikerült, beszélgetős délelőtti műsor, nézzük meg, hogy mi lesz belőle. És az, hogy most már itt vagyok, és esti híradósként dolgozhatok, ez egy hatalmas ajándék. Ez hogy nem egy pályafejlődés, úgy látod? Úgy érzem, hogy igen. Úgy érzem, hogy igen, és hogy nem azon kell aggódnom, hogy mihez fogok kezdeni, és mi lesz, hogyha sérülésem van, vagy bármi, mert most múlt év októberében eltörtem a lábamat, és soha nem sérültem színpadon, soha nem, még csak el se estem színpadon. És most októberben egy színpadi sérülés következtében eltört a lábam. És persze lehet, hogy véletlen, de... Figyelmeztetésként élted meg? De egy picit úgy voltam vele, hogy akkor lehet, hogy el kell, hogy induljak. Korábban igazából azt akartam kérdezni, mielőtt elindult a tévés életed, volt egy olyan terved, hogy mit kezdesz magaddal, hogyha majd nem leszel már táncos, hogy maradsz a táncban, elkezdesz koreografálni, mit kezdesz magaddal? Színházi életben inkább a művészet menedzsment, vagy tehát, hogy a színházat azt szívesen megtartottam volna, vagy lehet, hogy meg is marad valamilyen szinten a színház az életemben, a koreografáláshoz egyáltalán nem éreztem affinitást, vagy bátorságot, vagy ahhoz valahogy nem. Én szerettem, hogy mondják meg mutassák meg, hogy mit csinálják, én ezt azonyomban nagyon szívesen. Persze belül, ami van játéktér, az oké, de én azt valahogy, tehát akkor inkább próbavezető lettem volna, vagy betanító mester, mert az viszont jól megy, hogy összetudom fogni a csapatot, és egybe látom az egészet, és tudok. Na, parancsolgatás, az jól megy. De csak finoman. Na, hát egy teljesen újszerű kérdés. Stolnak lenni milyen? Úgy alapból a világban? Nem tudom, hogy milyen nem stolnak lenni. Rendben vagyok már a névvel, meg magammal. Volt meg kellett tanulnod? Rendben lenni ezzel a névvel? Meg, mert mindenkinek, tehát ha azt mondod, hogy Stoll, akkor azért még mindig, és ez jól is van így, hogy mindenkinek a Stoll András jut eszébe először, vagy sokaknak. És mivel olyan pályákat választottam a színházban is, és a televízióban is sokan ismerik, meg sokan dolgoztak vele, ezért pláne úgy éreztem, hogy mindig azért egy kicsit úgy néz ki az operatőr a kamera mögül, vagy úgy figyelnek a vezérlőbe, vagy úgy nézik, hogy na nézzük, hogy a kis Stoll mit csinál. És akkor ez most olyan, hogy azért mégiscsak meg kéne felelni annak, hogy apáddal nagyon szeretünk dolgozni, olyan jó fej mindig. Tehát, hogy emiatt is... Apáddal nagyon szeretünk dolgozni. Olyan jó fej. Igen. De az a jó, hogy most már neki is ezt mondják róla. Ez egy nehéz helyzet, persze. De az nem volt... Ugye azt szokták mondani, hogy az ismert ember hasonló pályán mozgó gyerekéről, hogy baromi könnyű bekerülnie, és iszonyú könnyű elérnie, hogy utálja mindenki. Mert hogy neki milyen könnyű volt. És ez ettől iszonyat nehézé válik. Igen, de aztán ez gyorsan kiderül ám. Tehát azért az jó, bár látunk arra is példát, hogy sokan kerülnek be úgy, hogy aztán bent is maradnak, és közben meg nem működnek. És már rég kiderült, de még mindig ott vannak, igen. Igen, azért remélem, hogy én nem ide tartozom, vagy nem ebbe a csoportba tartozom. Nekem mindenki azt mondja, hogy szeret velem dolgozni, hát remélem, hogy ez jó, majd hát, itt az ATV-nél. Én nem is mást állítottam, én igazából csak azt feszegettem, hogy te építetted magad fel ebben, hogy nagyon te egy stolóca vagy, és nagyon nem a Stoll András lánya. És úgy, hogy ne lehessen kivetni valót találni abban, amit csinálok. Most ezt lehet azt mondani, hogy maximalista vagyok, Egon. De tényleg nagyon zavar, hogyha abban is valami, vagy nem úgy működik, vagy ha valamit benézek, vagy valami elmegy, és nem tudok olyan gyorsan reflektálni, vagy nem működik úgy, az nagyon-nagyon-nagyon zavar. És sokáig. Az mondjuk könnyűvé nem teszi ezt a pályát. Igen. Mert baki nélkül nagyon nehéz. Igen. És lesz is. Visszanézős vagy? Megnézed magad? Sajnos, ha muszáj, akkor igen, és tudom, hogy muszáj, mert abból tanulok, de nem szeretem. Miért? Hmm.
Ilyenkor magadat is nézed, hogy szép voltam-e, jól ültem-e, jó volt a tartásom, hibátlan, mint egy igazi táncművész úgy ülsz itt, tehát egyenes tartás, kivetni való semmi benne. Szóval, hogy ezeket meg szoktad figyelni magadon? Már kevésbé ezt nézem, inkább azt, hogy hogy kérdeztem, hogy hányszor volt benne egy kérdésben az, hogy egyébként. Minek teszem oda, amikor semmi keresni valójában? Hát mert egyébként ezt mindenki mondja manapság. Igen, de hogy, tehát, hogy vannak olyan dolgok, amikor, és akkor én lemegy így egy adás, hogy gyakorlatilag azzal kezdem, és azzal fejezem, hogy egyébként, és amúgy egyébként, hogy és akkor visszajönzem, és így tudom, mit csináltál. Tehát például a 168-as munkánál, a Szenzitívben, ott én szkripteltem az adást, és akkor ott muszáj volt. Szavanként dobáltad ki az egyébkénteket? Na, ne. Mint a szél. Soká tarthatott, hogyha ennyiszer mondtad. Na, nem, azt akartam is kérdezni, azért az egy érdekes kaland volt, tehát átmentél a TV2-től gyakorlatilag egy írott sajtós podcastot készíteni. Igen. Miközben ott hagysz egy országos tévécsatornát. Itt mi mozgatott? Engem soha nem az mozgatott, hogy a top 10-ben van-e a műsor, amit vezetek. Vagy, tehát ugye nem azért csináltam, hogy feltétlen az országban engem most mindenki megismerjen, és úgy menjek végig az utcán, hogy mindenki összesúg, hogy ott a Stoll utca, hanem a feladat az, hogy az M. Kis Csaba felhívott, és azt mondta, hogy szia Luca, nagyon szívesen dolgoznék veled, van-e kedved valamit teljesen más csinálni? És azt mondtam, hogy van. És az is biztos benne van, hogy a szerintem nekem egy picit jobban áll a komolyabb műfaj, vagy tehát hogy nem feltétlen a szórakoztató műsorokban képzelem én el a jövőmet, mert abban nem működöm annyira, mert én nem vagyok annyira fesztelen, annyira gátlástalan, annyira olyan showműsoros. Túlságosan meg akarsz felelni? Meg valahogy a karakterem egy picit az, olyan... A showműsoros, az mit érdekel engem, csinálom. Igen. És én meg nem vagyok ennyire ilyen, ha, srácok, és wow, de nagyon. Tehát, hogy nekem az sokkal több meló volt például a Ninjában, még a TV2-n, az, hogy folyamatosan és annyira jól csináltad, és mennyire nehéz volt. És nekem ez egy picit, persze laza vagyok amúgy, meg nagyon lehet velem nevetni, meg nagyon szeretek is nevetni, de ha meg munka van, akkor nekem ez a kettő valahogy komfortosabban érzem magam, hogyha a saját hangomon beszélgethetek valakivel, vagy mondhatom nem, a híreket. Nem akarok belemagyarázni semmit, de ezt nem a táncos életedből hozod? Ezt a fajta kemény megfelelni vágyó szikára magatartás? Mert abban nem fér bele. Igen. Abban nem fér bele több. Igen, és nekem nem fér bele a tévében sem több. Tehát, hogyha helyzet van, akkor bekapcsol a kamera, és én úgy fókuszálok. Ideális híradós leszel. Ott ebben sokkal több lehetőség nincs. Egy-egy mosoly néha. Igen. Leginkább a végén, igen, meg igen, az elején. Tehát ez biztos, hogy a színházból, meg a táncművészetiről hozom, hogy ha helyzet van, akkor ott egy fókuszált figyelem. Azt te hogy találtad ki, hogy bár apád színész, megtévés, de te is színpadon, megtévében. Nem mondta, hogy na ezt ne csináld? Dehogy nem. Mindenki azt mondta, hogy ne csináljam. A tánc az úgy jött, hogy én egész gyerekkoromban ritmikus gimnasztikáztam, 4 éves koromtól 10-12 éves koromig, és aztán abba hagytam, és akkor a tanulmányi eredményem is nagyon gyorsan bezuhant. Mert az a rendszer, ami volt gyerekkoromtól kezdve, hogy tudtam, hogy mennyi időm van az iskolában, aztán a tornateremben, aztán utána mennyi időm van tanulni, és alvás, és kezdődik előről a hét, az, hogy így kihúztuk azt a mozgást, mert hogy tudjál fókuszálni a tanulásra, és akkor abból az lett, hogy tudod, elcsúsztam a kanapén délután, jobban érdekeltek a könyvek, jobban érdekelt minden más, mint az, hogy a tanulással foglalkozzak, és akkor az volt, hogy 9. osztály, hogy akkor valamin változtatni kell, hogy azért mégiscsak tanuljak, és így jött a táncművészeti. Mert hogy akkor ott megint lesz rend, fegyelem, mégis mozgók, jó alakom lesz, hogyha a színművészetire akarok menni, akkor az milyen jó alap, hogy de akkor ez nem is a te ötleted volt. Főleg ez a mondat, ha a színművészetire akarnál menni. Ezt úgy anyukámmal beszélgettük, de hát anyukám meg aztán pláne, tehát én gyerekkoromban se töltöttem időt a színházban, mert anyu nagyon szerette volna, hogyha én ettől az őrülettől távol maradok, de hogy a tánc az így. És akkor utána a színművészetire soha nem jelentkeztem, viszont a Bozsi Kivet meg felhívott a vizsgakoncert után, hogy lenne kedvem vele dolgozni. Az nagy iskola, Bozsi Kivettel dolgozni? Hát az, hogy a diplomám után, vagy a táncművége után egyből az ország egyik legkomolyabb, legnevesebb, legnagyobb és edesul női alkotójával dolgozhattam. Ráadásul az Ivett ilyen nagyon különleges táncszínházat csinált. Tehát nála nem is a mozgás anyag az feltétlenül, ami,
ami olyan, hogy belepusztul az ember, hanem hogy abba az egész világba, amit ő kitalál, abba jól kell tudni illeszkedni. És zseniális táncosokkal dolgozik, akik mondjuk nem annyira működnek, mert valahogy azt az Ivettféle levegőzést, vagy gesztusrendszert, azt nem tudja a magáévá tenni. És szerintem azt hiszem, hogy az Ivett is ezt mondaná, hogy mi nagyon jól éreztük egymást, és jól működtünk. Ráadásul hát ő olyan darabokat is csinál, amiket rendez is, és koreografál is, mert hogy azok zenés színházak, tehát Igen. Nem feltétlenül Igen. Csak táncszínházak. Volt neked prózai szereped? Vagy mindjárt szöveged? Mindjárt az első közös munkánk az a Centrál Színházban volt, a Chicago, és ott énekeltünk is a számokban, és a Cella Tangóban én voltam az egyik gyilkos feleség. És akkor apád nem mondta, hogy bekapott a gépszi? Kicsit, de is adásul ott együtt dolgoztunk apuval, és ott a premier után komoly színészek is odajöttek, hogy nagyon örültek annak, hogy látták az én első színpadi munkámat, mert hogy milyen szuper volt, és akkor azért apa mondta, hogy jó, de hogy azért ez csak kezeljem a helyén, és hogy ez azért nem úgy van, hogy nyugi. Fékez, lányom, fékez. Igen. A ti gyerekkorotok nem lehetett egyszerű. És most a bulvárra gondolok. Hát ugye te akkor voltál kicsi, amikor apád hirtelen nagy sztár lett. És Igen. Hát tele volt veled, meg bele, a családotokkal, az összes újság. Igen. Nem tudták, hogy mit vállalnak. Tehát ők nem egész... tudták? Már a szüleid? Uh-huh. Ők ebben az egészben nagyon naivan. Hát szegény anyukám, ő... Jönnek a fotósok, jó, mindegy, jöjjedek. De hogy anyu ezt szerintem úgy igazán soha nem szerette. Apa szerette, de tehát ez az egész bulvár őrület is velük indult, ezzel a generációval indult. És az, hogy hozzánk jön a sztori, vagy a, nem is tudom, hogy akkor milyen újságok voltak, jöttek a lakásba. Bejöttek a lakásba, és akkor kértek egy kávét, persze, gyertek, és sütik, és ez, meg az, közben fotózunk egy kicsit. Tehát, hogy az teljesen... Meséljetek, mi történt tegnap? Elmondtuk. És aztán, amikor mondjuk jöttek a balhék, és jöttek a botrányok, és apám, nem tudom, egy lélegeztetőgépen volt, és hívták anyut, hogy ők összeraktak egy 4 oldalas cikket címlappal, és hogy akar-e valamit mondani, mert hogy igazából ők kész vannak, csak hogy szeretne valamit hozzátenni. És akkor érezték meg, hogy ez egy nagyon kétélű fegyver. Hát egy kész archívumot raktak össze belőletek. Igen. És bármikor oda lehetett nyúlni Igen. érte. Igen, Igen. És aztán, hogy mi ezt hogy éltük meg, hát így ment. Tehát, hogy annyira nem... Amikor apád volt a híres rab, az milyen volt? Hát azért jó, hogy vége. Aztán jó, hát azt gondolom. Ő is ezt mondaná nyilván. Igen. És én megmondtam, hogy... nehéz volt? Az megviselt téged személyesen? Hát most függetlenül az ő helyzetétől. A másodfokú tárgyalás másnapján mentem szóbeli érettségizni. Úgyhogy az sűrű időszak volt. De valahogy az ilyen helyzetek engem szerintem inkább úgy összekapnak, és a feladatra fókuszálok, és ott voltunk, már mondták, hogy megbeszéltük, hogy legyünk ott, legyünk vele, ott voltunk, szünetben ott lapozgattam a tételeket, aztán másnap lenyomtam a szóbelit. Aztán utána lehet, hogy voltak ilyen megzuhanós időszakok, de azokra meg már nem is emlékszem. Te kifelé ilyen nagyon kemény, céltudatos csaj vagy? Igen. És befelé? Befelé kevésbé. De azt meg tudom, hogy otthon kiengedhetem a befelé Lucát is, és a munkában meg... És kifelé miért nem? Hú, erről beszélgettünk a Csernussal, hogy az ez... biztos szórakoztató volt. Szétszedett? Szét. Kérdezte előtte, hogy combos legyen, vagy laza. Mondom, ami ennek érzi. És a combosnál azt hittem, hogy ott majd az lesz, hogy akkor jön a bevállaló, és nem, és pont két ilyen finom kérdéssel tudott úgy megrecsenteni, hogy az öröm volt nézni. De szóval, hogy miért nem vagyok, mert így ez bátorság kérdése? Igen. Igen, és nekem ez a komfort, hogyha, hát tudod, az a fókusz, amit a főiskolán megtanultam. Így komfortos mozogni. Az, hogy te férjhez mentél, Igen. tavaly, Igen. gratulálok. Köszönöm. Az egy úgy bulvárhírré váló esemény volt, hogy közben igazából szinte semmit nem mutattatok. Jó, mi? Ügyes. Azt mondanám, ügyes. De el se adtátok, hogy az manapság divatos, pedig ezért sokat szoktak fizetni. Igen. És a párodat lényegében, mióta vagytok együtt, 8 éve? Uh-huh. 8 év alatt sem lehetett látni szemtől szembe. Ezt miért játszátok?
most már ez ilyen jópofa vicc is. Ő a legelején azt mondta, hogy tök jó, hogy én ezzel foglalkozom, nagyon szeret színházban is nézni, tévében is átbeszéljük, kielemezzük a melókat, vagy hát elmondja a véleményét. Sose sértődtél meg? Dehogy nem. Normális. Dehogy nem. És egy picit mondom is, hogy jó, hogy értem, tök jó, de azért hidd el, hogy... Szóval mindenben támogat, de ő mondta, hogy ő ezt nem szeretné. Hogy ő bárhol látszódjon, hogy nyilatkozzunk erről, hogy az esküvőnkről azt írják, hogy kinek a könycsepp, hogy gördült végig az arcán. Tehát, hogy ez nem. És én ezt abszolút tiszteletben tartom. Nekem sem igényem az, hogy így kerüljünk be az újságokba. Tehát én nagyon szívesen beszélek bármilyen munkáról, ha megkérdezik a véleményemet, szívesen elmondom, de az, hogy mi hogy élünk meg, hogy nem élünk meg, mit szeretünk reggelizni meg, tehát, hogy ez nem. Én láttam gyerekkoromban, hogy milyen az, amikor beengedik a bulvárt, és nekem erre, tehát hogy az, hogy emiatt engem kevesebbet foglalkoztatnak, vagy kevesebben nézik az Insta oldalamat, egyáltalán nem érdekel. Na, erre gondoltam. Tehát pont azért vetettem fel a gyerekkorodat, mert hogy azt látom, hogy most meg ezért kerülött talán. Igen, ebben nagyon tudatos vagyok, egyre tudatosabb vagyok, és most már simán azt tudom mondani az újságíróknak is, hogy köszönöm a lehetőséget, nem szeretnék. Mert régebben még tudod, jaj, Luca, csak egy picit azért lenne a kedved, 3 mondat. Jó, mindegy, persze mondom. És aztán abból mindig az van, hogy én írom át az egész cikket, nem soha nem olyan mondtam, a régen. Nem milyen is... a cím utána? Igen. És ez meg nem éri meg. Azt mondtad, na ezért van ez itt, látod, hogy ez a mindenkinek megfelelni akarás, és az, hogy mindig tökéletes legyek, ami nem lehet, az nehéz és fárasztó. De akkor miért csinálod? Hú, ez volt talán a Csernusnál. Miért csinálom? Nem, ezt egy interjúban mondtad. Így szoktam meg. De nem vagy köteles megfelelni. De magamnak is szeretek megfelelni. Tehát már nem is arról szól ez, hogy neked, vagy a nagymamámnak, vagy a nézőknek, hanem úgy én szeretem azt, hogyha rendben vannak a dolgok. De hát persze, hogy fárasztó, hát... De hát minden, tehát hogy az élet sokszor fárasztó. Az élet is fárasztó. A színpadon gyorsan elválik, hogy ki az, aki csak azért van ott, mert valakinek a valaki, erről ugye beszéltünk, és ki az, aki azért került oda, mert keményen megdolgozott érte. Ez mindig látszik rögtön? Egy táncoson talán jobban, mint mondjuk egy színészen, vagy egy műsorvezető. A tánc az nagyon gyorsan ledobja. Tánc az kegyetlen. Tehát igen. Ott tényleg fél perc, 5 perc alatt látod, hogy mennyi meló van benne. És én nagyon-nagyon hiszek a munkában, meg a tanulásban, meg a, igen, tehát a belefektetett munka az hosszú távon mindig megmutatja magát, és megéri. Szoktál politizálni nyilvánosan, baráti körben, társaságban? Baráti körben, hogyha beszélgetünk róla, akkor nem vonom ki magam, és nem mondom azt, hogy nincs véleményem. Nyilvánosan nem. Hát mert ugye ez a mostani munkád, az, hogy te híradós leszel, az egy ebből a szempontból izgalmas kérdés. Uh-huh. Mert de van az a régi iskola, ma már látjuk, hogy az a régi iskola sem feltétlenül érvényes, vagy szerintem az, de ez most mindegy, amikor a híradósnak nincs politikai véleménye, mert hogy ő a középen állás maga. És ez így is lesz. Ez így is lesz, tehát én is ebben az iskolában hiszek, és látom, hogy sok helyen ez már nem így működik, és szerintem az baj, mert az ember nem tud úgy hitelesen híreket mondani, hogyha közben elmondja azt, hogy ő például kire szavaz. Tehát, hogy ez szerintem nem működik. És ez egy nagyon nehéz kérdés, de közben meg rém egyszerű. Tehát, hogy szerintem az, aki mondjuk hírekkel foglalkozik, vagy akár politikai háttérműsort csinál, tehát nem engedheti meg magának azt, hogy beskatujázzák, hogy jó, mert ő úgyis ennél a csatornánál van, és akkor ott mindenki ilyen. Nem mindenki ilyen. És miért ne lehet? Tehát, hogy szerintem, most tudom, hogy nincs-e, hogy objektív újságírás, mert lehet törekedni az objektivitásra, aztán vagy sikerül, vagy nem, meg mindenkinek van véleménye, meg ahogy itt ülünk egymással szemben, mi is lehet, hogy szimpatikusak vagyunk egymásnak, vagy egy óriási csalódás. Remélem, nem okozok óriási csalódást. Nem.
Remélem én sem. De hogy, szóval most már picit csapongok, de hogy lényeg a lényeg, nem fogok, és nem is kell ennél a csatornánál át vagy bét mondani, hanem híreket kell mondani, és azt fogok. Nézed a kommenteket? Ugye mondod, hogy van Insta oldalad, nyilván a Facebookon is jelen vagy, nyilván egy-egy produkció után, vagy egy-egy tévéműsor után kaptad hideget-meleget. Igen. Ez hat rád? Már nem. De még most is néha olvasok kommenteket. Válaszolni nem válaszolok, levelekre is ritkán, mármint ilyen támadó levelekre. De... Kapsz támadó leveleket? Hát előfordul, igen. És mi bajuk veled? Hát eleve, hogy mit keresek kamera előtt, van, akit az zavar, hogy hogy nézek ki, van, akit az zavar, hogy mondd meg az apádnak, hogy mit képzel, hogy a sokadik feleségétől a nem tudom hanyadik gyereke. És akkor ott például neki válaszoltam, hogy szerintem ezen ne húzza fel magát, hogy nyugodtan foglalkozzon a saját életével, és hogy majd mi megoldjuk a magunkét, de hogy ezen nem kell aggódni. Na jó, tényleg te is szóba hoztad, jó van. Mit? Jön a baba. Te nyilván már régóta tudod, a bulvár sajtó meg most értesült róla ilyen nagy nyilvánosság előtt. Ezzel az ember mit kezd, amikor már a saját gyereked is jöhetne bőségesen, és jön egy kis testvér? Igen. Pedig aranyosak voltak ezt is. Amúgykor megkérdezték a projektől, hogy úgy hallották, hogy nálam is, és hogy lehetne páros interjú. És mondták, hogy lehet, hogy ők vannak nagyon alul informálva, de nem tudnak róla, úgyhogy... Hát lehet, hogy csak megpróbáltak valami nyuszit kiugasztani a bokorból. Persze, de nincs nyuszi a bokorban. Szóval a lényeg, én csak minden jót, én apáiknak is ezt mondtam, hogy hajrá, csinálják jobban, mint ahogy apa eddig az előző kapcsolatokban, és hogy legyenek boldogok, és ez tök jó. Tehát most az, hogy 30 év lesz majdnem köztem meg a kisebb tesó között, az... Igen, azért az csak így ez a durva, hogy én fura. Mennyi igen. Idős vagyok. Tehát, hogy nem az zavar, hogy na, 30 év, a kis tesód. Wow, 30 éves leszek, és közben meg ott egy pindúr. De hát ez egy baba csinálja jobban, az... nem csinálta veled jól? Hát velünk inkább sehogy se, vagy hogy nagyon sokáig azért mindig jobban voltunk, de nagyon fiatalon lett apa, tehát a húgom és én azért sokat nem láttuk őt, mondjuk 14 éves korunkig. Hát ő meg pont akkor lett sztár is ráadásul, igen. Tehát pssz, hát, ilyen szempontból, mit a világ. Meg hát őt azért úgy a hével tudja kapni, és akkor... De és ez, akkor megy. Igen. De hogy itt nem arról kell, hogy ő csak dorbézolt, és azért nem volt otthon, hanem egyszerűen, hát ha a nézők is belegondolnak, hogy mondjuk gyerekkel hogy megy az élet, reggel 6-kor, 6:30 ébresztő, 7-kor indulás az iskolába, a gyerek egész nap iskolába van, este, amikor hazamegy, jó eséllyel, akkor találkozik a szüleivel. De most egy színházi embernek a gyerekei, azok nem találkoznak, mert az apjuk az 7-kor a színpadon van, és alszanak a gyerekek, mire a szülő hazajön. Hétvégente meg vagy nekünk volt verseny, vagy neki volt munka, és viszonylag gyorsan elszaladt az idő, és ő meg azért a pici gyerekekkel nagyon sokáig, vagy legalábbis nálunk, nem azt mondom, hogy nem tudott mit kezdeni, de olyan, tehát tényleg 14 éves voltam akkor, amikor már le tudtunk ülni, dumálni, amikor utána viszont nagyon sok mindent pótoltunk, tehát én a régi, hát a Nemzeti Színház még most is Nemzeti Színház, csak hogy amikor még apuék dolgoztak. Az egy másik nemzeti színház volt, és én éveket töltöttem ott este a művészbüfébe, és akkor suli után egyből, 6-ig volt általában iskola, rohantam a 2-es villamoshoz, mentem a Nemzetibe, megnéztük az előadást, utána dumáltunk, és akkor apa hazadobott. Tehát utána nagyon sok mindent pótoltam, és aztán amikor az Ancsitól jött a két kicsi, hát már Franciska is 13 éves, mindjárt 14 lesz, de ugye a Franci meg a Bandi, ott hiába váltak el, de nagyon sok időt töltenek apuéknál a kicsik, tehát azt hiszem, hogy heti 3-4 estét van, hármat, nem merek itt állást foglalni, de hogy sokat vannak apuéknál, együtt tanulnak, hallom, hogy milyen az, amikor apa, hogy de igenis, Franciska, meg kell tanulni azt a fizikát, holnap dolgozat lesz, nincsen tovább telefonozás. Szóval, hogy amit már... te megúsztál, a kemény apát ezek szerint. Igen. Neked van testvéri kapcsolatod a más házasságokból született gyerekekkel? Na, persze. Hát az nem na, mert hogy éltitek a saját életeteket, mindenkinek igen. Megvan, az egyáltalán nem természetes, az igen. Nagy dolog. Igen. De jól működik. Tehát mi úgy vagyunk, csak hogy a kedves nézők is tudják, hogy a Rebeka az édes húgom, tehát köztünk van 4 év, utána váltak el a szülőink. Anyukámnál született egy fiú, Ádám, aki
De az összes tesóval úgy vagyunk, mintha édestesók lennénk. De az Ádám, tehát akkor 16 voltam, amikor az Ádám megszületett, vele együtt a Franciska, 3 hét különbség van köztük. És mi ugyanúgy jártunk, tehát az Ádámmal ugye otthon 0-24-ben együtt voltunk, a Franciskával kicsit kevesebbet, de vele is, főleg most már, hogy ő is csajosodik, egyre többet beszélgetünk, egyre mélyül a kapcsolat. Az Andrissal, a kicsivel, vagy hát most még a legkisebbel találkoztunk talán a legkevesebbet, de amikor együtt vagyunk, akkor meg most nincs ez a te gyereked, én gyerekem, ő gyereke, kiver kit, hanem hogy mindenki jobban van mindenkivel, sőt, anyukám férje is hozott 2 gyereket a házasságba, tehát mi tényleg brutál sokan vagyunk. 1 édes, 3 fél és 2 mostoha tesó. És akkor meg még plusz most. És akkor most születik egy új kislány. Igen. Amennyire a híreket olvastam. Igen. Van ilyen nagy közös karácsony? Van-e? Össze tudtok úgy ülni, hogy mindenki ott van egyrészt, másrészt, hogy nincsen semmi szurkapiszka? Uh-huh. Most már a szülők is, tehát minden, az összes szülőm pót, meg nem pót, meg régi, új, mindenki jobban van mindenkivel, tehát olyan is van, hogy ez mondjuk anyuékhez. Ehhez azért kellett, igen, de azért régen se volt balhé, tehát hogy mi abból, és én ezt tényleg teljesen őszintén mondom, hogy nálunk soha nem volt balhé ebből. Soha nem hallottam se anyukámat, se apukámat, se egyik senkit fújni a másikra. Az nagy dolog, főleg egy gyerek számára, hogy nem kell valahova állnia. De nálunk ez soha nem volt. És most meg annyira jó a helyzet, hogy anyuék sütögetnek, összecsörgünk apuékkal, átjönnek, és együtt megy a kerti buli. Férjed, hogy viseli ezt a nagy pezsgést, ami nagyon össze-vissza család. Szeretik őt mind az összes oldalról, úgyhogy így könnyű jól kezelni. De bírja, abszolút. És mit szól ahhoz, hogy most az estéid megint foglaltak lesznek, hiszen a híradózás az erről szól? Jó. Tehát ettől nem szabadul meg, hát most lehet, hogy nem színházba indulsz, hanem a tévébe megint. Igen. De legalább, hát nem mondjuk tényleg nagyjából ugyanaddig fog tartani. Figyelj, jól viseli. Ő nem színházi ember, ugye? Nem. Csak színház szeretem. Ebben a világban mondani szoktak, teljesen civil. Uh-huh. Igen. Egy amerikai befektetési banknál dolgozik. Bankár? Igen. A pénzember. Hát az azért egy nagyon más világ, mint ez a nagyon sokak által romantikusnak gondolt színházi vagy tévés világ, ami egyébként nem az, persze, tehát ugyanúgy megvannak a szabályok, aminek meg kell felelni. A táncnak meg aztán végképp. Az, hogy te az életedet azzal töltötted nagyon sokáig, hogy állsz egy próbateremben a Rúd mellett, és be van osztva az egész életed. És ez most azért annyira nincs. Még akkor is, hogyha megkapod a híradós beosztásodat. Meg még van 1-2 darab talán, amiben szerepel. De azért ez mégis más lesz. Úristen, ez az, amit, na most megmutatom, ez az, amit soha nem szabad, még akkor sem, ha a szerkesztőm hív. Ami hát vicces. Nyugodtan vett fel, hogy nem, de hogy veszem. Na ez az a pillanat, ami tilos. Szóval, azt akartam kérdezni, hogy azt mire használod azt az időt, ami felszabadult, mert nyilván ez egy felszabadító érzés, hogy nem vagyok köteles minden áldott nap a Rúd mellett küzdeni. Most például iskolába járok. Mit tanulsz? A MOSZ Bálint György Újságíró Akadémián online újságírást, a veled párhuzamos osztályba. Igen, Dévényi kollégánál. Igen. És mit akarsz ott megtanulni? Mire készülsz ott? Hát valamelyest azért ezt a szakmát. Tehát én úgy kerültem a televíziózásba, hogy én ezt soha nem tanultam. Tehát elhívtak egy castingra, ahol megfelelőnek találtak, és aztán a stúdióban gyakorlatoztam, és élőműsorban gyakoroltam, és ott a megérzéseimre, meg a szerkesztővel való beszélgetésre alapozva született az, ami született. De engem az mindig zavart, talán pont emiatt, a maximalizmus miatt, hogy milyen jogon mondom én azt, hogy na, ő csak oda került, mert valakinek a valakie, és közben meg én is úgy kerültem oda, vagy mert valakinek a valakie, vagy mert valakinek megtetszettem, és fantáziát látott bennem. Na jó, az de már hogy... a szakma? Tehát ha valakinek megtetszett munka közben, és lát benned valami más lehetőséget, az már a szakma? Tehát az már nem arról szól, hogy ok nélkül, indokolatlanul vagy valahol. Igen, de hogy szerettem volna megnézni azt, hogy
hogy működik ez a szakma. És az írással soha nem foglalkoztam korábban, és éppen ezért választottam ezt az irányt, mert szerettem volna tudni azt, hogy működik jól egy hír, vagy hogy lehet jól összerakni egy cikket, mire kell figyelni, hogy néz ki egy lead. Azt, amit láttam a szerkesztőktől, meg persze, tehát, hogy valamit elcsipegettem, de szerettem volna, hogyha ez az egész egy rendszerre összeáll a fejembe, és hogyha az van, hogy Luca, meg kell írni valamit, vagy Luca, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, akkor tudjam azt mondani, hogy jó, gyerekek, írom. Hisz tudom. A 168-szor ellen nem kaptál erre lehetőséget? Hát végül is azért az printben is, meg online is létezik. Nem is kértem. Lehet, hogyha több időt töltök ott, vagy hogyha ennek a dolognak más a kifutása, akkor lehetett volna akár írással is foglalkozni, de... Annak miért lett ilyen gyorsan vége? Ezt attól... Igen. Tehát, hogy ott egyszer csak született egy döntés. Csinálta? Talán 12-t. Itt ez végül egy heti műsor lett, szó volt róla, eredetileg úgy volt, hogy napi műsor lesz, eredetileg itt ez egy sokkal nagyobb volumenű dolog lett volna, aztán végül úgy alakult vezetői döntés miatt, olyan hát dolgok miatt, amiről én nem változott. Tudtam, hogy ott sok minden változott, és végül így alakult, tehát hogy ez nem lett egy hosszabb dolog, de nem bánom, mert elég jó feladat talált meg utána, vagy hát legyél itt sokkal-sokkal tovább, és sokkal boldogabb ezen a munkahelyen, mint... Na jó, ezt nem fejezem be, viszont örömmel fogadunk ebben a tévében, és remélem a kedves nézők is, mert hiszen ez igazából arról szól, hogy a kedves nézőknek kell megfelelni. Megmutatom, miért van ez nálam, hogy valami értelmet is adjak neki. Fotózni szoktam a vendégeket, hogy aztán önök a Facebookon megláthassák, és most is megteszem ezt, ha már itt csörömpölt a telefon. De közös kép is kell. Csinálunk közös képet is, azt is megosztjuk majd az interneten. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Jó munkát itt nálunk az ATV-ben. Köszönöm. Köszönöm a figyelmüket. Tudják, egy hét múlva ugyanekkor este 7-kor kezdünk, és aztán nézhetik folyamatosan a YouTube-on. Minden jót kívánok önöknek. Viszontlátásra!